Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsossal arról beszélgettünk, hogyan is indult a katolikus iskolákban ez a tanév, hiszen a gyerekek szeptember 1-én elkezdték a tanulmányaikat. Szeptember 1 -e a templomban a Veni Sancte Szent miséggel kezdődött. A Györfi István Katolikus Általános Iskola gyermeklétszáma 380 fő körül van, így külön volt az alsósok és felsősök tanévnyitója, majd a Szentpál Marista Általános Iskola tanulóinak tartottak itt évnyitót. Örülünk annak, hogy jelenléti oktatással indulhatott ez a tanév és hát itt a szeptember elsője a Veni Sancti kezdődött. Nyilván a Györfi István Katolikus Általános Iskolának a gyerek létszáma 380 fő körül van, most ezt nem tudom pontosan, de hogy nem teszi azt lehetővé, hogy egyszerre legyünk jelen, ezért két részletben volt a tanévnyitó, fél kilenckor volt az alsó tagozatosaknak, tíz órakor pedig a felső tagozatos gyermekeknek, és 11 órától pedig a Szent Pál Marista Általános Iskola tanulóinak. Nyilván ez ugye a három szent mise, de azért a járvány idejében vagyunk mégis kellő óvatossággal kell még lennünk, és hát bízunk benne, hogy, hogy nagyobb gond nem lesz. Az euharisztikus kongresszus, ami szeptember 5-ével kezdődött és szeptember 12-én fejeződik be, meghatározza az egész tanévét a katolikus iskoláknak. Az első és fontos dolog, hogy az euharisztikus kongresszusnak a hetében vagyunk, tehát szeptember 5-ével kezdődött, és szeptember 12-én fejeződik be. Ez nyilván meghatározza az egész tanévünket. A egyházmegyei mottó, hogy Péter hitével tekinteni Jézusra, és nyilván ez a lelkiségre, a nevelésre vonatkozik, ahogyan Péter apostol megvallja, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, ezt a gondolatot visszük tovább, illetve nyilván az eukarisztikus kongresszusra 2016 óta készültünk, és nyilván ezeknek az élményeknek a feldolgozása még előttünk áll, tehát ezt a tenévet ez fogja meghatározni a lelkiség oldalán. Persze nyilván majd az igazgatóasszony elmondja, hogy a tanulmányi téren mik azok, amikben Haladunk, nyilván folytatjuk azt, amit idáig elkezdtünk, és hát azt szeretnénk még teljesebben végezni. Az iskolában a nyilázárok cseréjét tervezik a fűtés korszerűsítése után. Nagy öröm, hogy az iskola és a Györfi István Nagykun Múzeum között parkoló készült, ami nagyban megkönnyíti a szülőknek, az iskolába érkezőknek a parkolást. Van remény amiben a nyilászáróknak a cseréje is terben van tehát a fűtésnek a korszerűsítése, de az igazgató az, hogy majd ezt pontosan elmondja. Viszont nagyon örülünk, amit ugye az egész városban látunk, hogy ott az iskola is a, a Györfi Múzeum között, a Nagykun közötti parkoló elkészült. Azt gondolom, hogy ez nagyban megkönnyebbíti a, a szülőknek, az iskolába érkezőknek a, az elhelyezkedését. Szóval is nagyon szépen lett kialakítva, tehát ez mindenféleképpen könnyebbséget jelent, akik ott a környékre utaznak és jönnek.